Ha elütünk egy üregi nyulat, 10 000 forintot kell fizetnünk, ennyi az állat úgynevezett vadgazdálkodási értéke. Az összeg nagyobb vad esetében jóval magasabb, persze az állat súlya és külleme befolyásolja az értéket. Például egy 10 kg-os trófeával bíró gímszarvas bika elütéséért akár 3-4 millió forintot is fizethet a gázoló. Nyíregyházán a Munkabiztonsági Foglalkoztatás Egészségügyi Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület előadásán arról is hallhattak az érdeklődők, hogy mit kell tenni vad balesetnél. A rendőrségnek jelezni kell az esetet, ők pedig értesítik az illetékes vadásztársaságot. A vadat elvinni nem lehet, mert az lopásnak minősül, sőt elmozdítani sem szabad, mert ugye a helyszínt biztosítani kell a rendőrség kiérkedéséig, majd a rendőrség intézkedési után fogják a tetemet elszállítani. Nagyon fontos az, hogy tanúk legyenek, fényképet készítsünk, majd a rendőrségi jegyzőkönyvet pedig a illetékes rendőrkapitányságtól elkérjük. A bíróságnál ez nagyon fontos dolog. A rendezvényt az idén 10 éves egyesület szervezte. 10 év alatt körülbelül 40-45 ilyen konferenciát tartottunk, amelynek a felét Nyíregyházán, a felét a budakalászi szekcióknál tartjuk. Ebbe az évbe ez a harmadik ilyen jellegű rendezvényünk, ahol a munkatűzvédelmi kollégáknak mindig a friss információkat adjuk. A konferencián egy testfeszültséget mérő eszközt is bemutattak. Vannak egy limitje, ami azt jelenti, hogy most jelen pillanatban 4000 millivoltra van beállítva. Most jelen pillanatban viszont már most egy OL-et mutat, ami azt jelenti, hogy a limiten felül van az érték, aki most fogja éppen ön ennek a végén a kis tesztelt, kis szonárt. És végül is azt szeretnénk bizonyítani, hogy ezt a testfeszültséget pillanatokon belül hogy lehet az emberi szervezetből kivezetni. Mert van egy ilyen kis alátét, aminek a mérete 25 cm széles és 68 cm hosszú, ami egy földelés. És ha megfogja a mikrofont, akkor megfogom igen, ezt a bizonyos igen, alátétet. És akkor nézzük meg, akkor mi történik a számmal. Hogy a kiakadt mérőeszköz már is így van. És most jelen pillanatban 4000 valamennyi vagy 5000 helyett 20, és akkor az itt tetszene tartanak, amik szépen lassan a csontokból is szedik ki ezt az értéket. Az értékek azért magasabbak a mai embereknél, mert jóval nagyobb elektroszmog ér bennünket, mint elődeinket. Az elektromos berendezések, mobiltelefonjaink szennyeznek minket, káros sugárzásnak vagyunk kitéve, mondja Gyűrűsi József, aki szerint a megoldás a földelés, a természet közelsége, hiszen szabad negatív elektronokat kaphat az emberi szervezet, ami így egészségesebbé válhat.